Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Debrecen ellen folytatják bajnoki szereplésüket a kék cápák. Eredményes évet tudhatnak maguk mögött a nyíregyházi úszók. A tabella harmadik helyéről kezdi az évet a nyíregyházi kosársuli. Elégedetten tekintenek vissza 2022-es évre az Aquaese vízilabdázói. Egy győzelemmel és 12 vereséggel zárta az alapszakasz első körét a Hübner Nyíregyháza Búsáksz. A kék cápák szombaton hazai pályán a Debrecen ellen folytatják a bajnokságot némileg átalakított játékos kerettel. Összességében nem így készültünk. Azt is látni kell, hogy generális változásokon megy keresztül a csapat. Ugye az edző cserét követően játékos keretben is változások állnak be folyamatosan. Alapvetően nyilván nem lehetünk elégedettek, de azt látni kell, hogy a mezőny gyakorlatilag teljesen ketté szakadt. Hozzánk hasonlóan két csapat, de azt mondom talán, hogy 3-4 olyan csapat van, aki az alsóházba, véletlenül az alsóházban fog szerepelni. Hasonló játékerőt képviselnek, úgyhogy minden azon múlik, hogy most ebben a periódusban, amikor még lehet igazolni, lehet változtatni, milyen csapat hogy tud hozzányúlni a keretéhez. Mi egyelőre megtettünk mindent tőlünk tehetőt, és én bízom benne, hogy el fogunk indulni felfelé, hiszen ez a játékos keret, ami most alakult, sokkal többre hivatott annál, ahol most állunk a tabellán. Mi az, ami a játékos cseréket illetően már biztosnak mondható? Ami biztosnak mondható, hogy Harrison Hendersonnak közös megegyezéssel szerződést bontottunk. Ha nem is a helyére, de új érkezőként visszaérkezett hozzánk a tavalyi csapatból Ritis Pipiras, aki ugye egy tavalyi kvázi nyerő embernek bizonyult. Szerződést is ajánlottunk neki évelén, melyet nem fogadott el és Belgiumba igazolt, ahol nem úgy alakult a sorsa, hogy ő várta. Ezért viszonylag könnyen meg tudtunk arról egyezni, hogy visszajön hozzánk és segít. Mind az edző, nagyon örülünk annak, hogy itt van köztünk újra, hiszen nagyon jó plusz energiákat tud adni. Illetve mellette centerposzton látszott, hogy nagyon komoly erősítésre szorulunk, hiszen mind kevesen vagyunk, mind kilóban, tömegben, centiben is egy picit hátrébb vagyunk a többieknél. Ezért egy klasszikus ötös játékos érkezik, aki tavaly a román bajnokságban játszott. Eric Copes, amerikai állampolgár, ő a héten az orvosi vizsgálatokon és a teszteken, ha átmegy, akkor ha minden jól alakul, akkor ő is csatlakozik a csapathoz, és most már vele is erősebbek lehetünk a palánk alatt. Várhatók esetleg változások a magyar játékosokat illetően? Ezt az eredményt ezt mindenkinek saját felelősségeként kezelni kell. A magyar játékosokkal is többször történt erről beszélgetés. Elképzelhető, hogy a napokban lesz még a magyar keretben változás. További változásokat természetesen nem tudunk és nem is akarunk, hiszen gyakorlatilag egy új csapat formálódik, de azok a játékosok, akik nem tudták ennyi idő alatt bizonyítani, hogy itt a helyük, tőlük véletlenül meg fogunk válni, úgyhogy magyar keretben is lehet, hogy lesz változás. Az eddigi szerényebb szereplés ellenére is egy-két győzelemmel jelentősen előre lehetne lépni a tabellán. A hazai pályán a Debrecen ellen folytatódik a bajnokság. Milyen meccsre lehet számítani egy Nyíregyháza Debrecen meccs, nem csak a kosárlabdában, mondhatni minden sportágban alapvetően szinte mindig három esélyes. A kosárlabdában mondjuk két esélyes. Persze, alapvetően ha látjuk, hogy tényleg az egy-két győzőnk meg lenne, most nem akarok mérkőzéseket mondani, akkor ott lennénk a 10-11. Helyen, mint ahogy a tavalyi szezonban. Most ugye egy győzelem előz meg minket, mind a Honvéd, mind a Szeged, tehát kifejezetten fontosak, főleg a hazai mérkőzések. A Debrecenről tudni kell, hogy nagyon-nagyon komoly csapat, top költségvetéssel rendelkezik, de idén nem jött össze nekik egyenlőre a szereplést, csupán a 10-11. Hely környékén állnak. Ők is légiós cseréltek, légiósokat küldtek el. Tehát véletlenül nekik is egy élethalál mérkőzés, ad egy némi pikantériát a nyíregyházi Debrecen szomszédrangadónak titulált mérkőzés is, de én azt gondolom, hogy nekünk hazai pályán, még ha most egy új formálódó csapat vagyunk is, teljes kerettel nem lehet más a célunk, mint a győzelem megszerzése. Ez a meccs is a Tiszavasvárúti csarnokban lesz, játszott már ott a csapat hangulatában, körítésben milyennek voltak a benyomások? Abszolút pozitívak, hiszen a csapat már ott edz gyakorlatilag lassan egy hónapja, megszokták, belopták úgymond a termet. Jó hőmérséklet is van, tehát semmi olyan akadályozó tényező nincs, ami a felkészülést akadályozná. A hangulat természetesen azért is jobb, hiszen egy kis csarnokról beszélünk, pár száz ember fér be, sokkal jobb hangulatot tudnak teremteni, mint hogyha egy nagy csarnokba játszanánk, ez talán előnyünkre is várhat. Értelemszerűen az ellenfélnek is egy új terem lesz, de hát ebbe azért nem szabad kapaszkodni, hiszen a gyűrű az ugyanakkora, illetve a pálya is ugyanakkora. Bízom benne, hogy ez is valamilyen szinten nekünk fog segíteni. Sikeres évet tudhatnak maguk mögött a nyíregyházi úszók. A Sportcentrum versenyzői felnőtt és junior világbajnokságon, valamint ifjúsági Európa-bajnokságon képviselték Magyarországot, és nem maradtak el a bajnoki aranyérmek sem.
Egy nagyon sikeres évet zártunk, ugye a nyíregyházi sportcentrum történetében. Rengeteg nehézség ellenére, ugye volt itt uszoda bezárás, volt Covid és ugye mindenféle nehézségek. Ennek ellenére nemzetközi szinten, ugye felnőtt világbajnokság, junior világbajnokság, junior-Európa bajnokság, gimnáziádén indultak versenyzőink, illetve hát a egyetemi, hát mondjuk univerziádé helyett megtartott európai versenyekben. Én azt mondom, hogy nagyon sikeresek voltunk. Felnőtt bajnokságon, felnőtt rövidpályás bajnokságon és az összes utánpótlás magyar bajnokságon el tudtunk indulni, érmet tudtunk szerezni. Vannak hiányosságaink, főleg utánpótlásban, ahol szeretnénk előrébb lépni, de én azt mondom, hogy igen, sikeres évet zártunk. Mennyiben járult hozzá a sikerekhez az, hogy ugyan egy hónap kivételével, de mégis egy olyan környezetben tudtok készülni, amely megfelel a legmagasabb elvárásoknak is? Ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, és itt megvan a lehetőség a jó felkészülésre, kondicionál terem, 50 méteres uszoda, ha kell, rövidpályás szezonra 25 méterre kötelezve az uszoda, tehát rövidpályás, hosszúpályás szezon, és itt van az utánpótlás bázisunk is, ne felejtsük el, az UMP, az úszó nemzetprogram, amiből nekünk nagyon jó merítésünk van már az ősztől. Én elmondhatom, hogy nagyon sokan úsznak, nagyon sokan járnak, és nagyon sokan visszajönnek hozzánk a téli szezonban, illetve az délutáni foglalkozásaink is megjelennek. Ez nekünk nagyon fontos. Ez meglátszik nem csak az eredményekben, hanem ugye a tagdíj és a sport szakák bevételében. Én azt mondhatom, hogy a sportcentrum legsikeresebb szakága vagyunk. Említsünk meg azért néhány nevet, kik azok, akik a legsikeresebbek voltak 22-ben. Mindenképpen kiemelném, hogy a felnőtt versenyzőinket először, ők hozzák mindig a legjobb sikereket, a Stankovics Anna, aki világbajnokságot 19. helyen zárt, az idén felnőtt világbajnokságról beszélünk. Ugye Hatházi Dóri szeptembertől Amerikában ösztöndíja készül tovább, évvégére újra itt láttuk hazai medencében, ő is a magyar bajnokságon elért eredményei mindenképpen előre mutatóak. És akkor jönnek a fiatalok közül, akik mindenképpen kiemelném a Barna Biancát, aki nagyon hosszú évet zárt, belecsöppent egy kicsit ebbe a dologba, nagyon nagy elvárásokkal, én azt mondanám, hogy nagyon nagy jövő előtt áll, ő első éves ifiként gimnáziádén érmes volt, felnőtt, vagy junior világbajnokságon és junior Európa bajnokságon indult, és az Európa bajnokságon szintén váltóba érmes volt, és még a jövőre is ifi korosztályos, illetve a fiúk közül a Barkóczi Rolandot, aki az év végére találta meg ugye a góllövő cipőjét foci hasonlattal, aki a rövidpályás magyar bajnokságon serdülőkorcsoportban ugye dobogóra tudott állni. Ha 2023-ra tekintünk, mi az, amiben szeretnétek előrébb lépni? Mindenképpen az utánpótlásunkat szeretnénk erősíteni, természetesen nem elfelejtve az élversenyzőinket, és nekik minden lehetőséget megadunk, hogy kiteljesedjenek. A Bianca marad még ifjúsági korú, tehát ő még jövőre az ifjúsági Európa-bajnokságon nagyon nagyot is szerepelhet. Az utánpótlásban gyermek, illetve cápa korosztályban kell fejlődnünk, mert sajnos voltak a Covid következményei és egyéb más következmények miatt nagyon lyukas a korosztályunk. De nagyon sok pici gyerek van, aki jár úszni, nagyon sok pici gyereket szeretnék arra ösztökélni, hogy versenyezzen is, ne csak tanuljunk meg úszni, hanem próbáljuk ki azt a versenyt, próbáljuk ki magunkat, és lépjük át a határainkat. Ha az úszódnak lenne a nyíregyházi úszódnak egy képviselőjük a Párizsi olimpián, gondolom sokat lendítene a sportág most is meglévő népszerűségén itt a megyeszékhelyen. Milyen esélyt látsz erre? Én azt mondom, hogy újra esélyünk van erre, reális esélyünk van erre. Ugye itt a magyar mellúszó mezőny mindig lesz hiányt szenvedett jó mellúszókban. Nyíregyházán ez most már azt mondom hagyomány lett. Ugye nagyon jó mellúszóink vannak, és én bízom abban, ha nem is egyénibe, de váltószámban, hogyha sikerül kijutni a magyaroknak váltóban olimpiára, akkor nyíregyházi úszhatja a mellúszó számot. Az év vége mindig a mérlegkészítés ideje, neked igazán van mire visszatekintened 2022-ben, hiszen olyan hosszú versenyszezon van mögötted, 16 éves korod ellenére, ami talán két idényre is elég lett volna. Menjünk sorban, hogyan kezdődött tavasszal az év. A magyar felnőtt országos bajnoksággal kezdődött, ahol 200 mellen sikerült dobogóra állnom, ugyanis harmadik helyet sikerült elcsípnem, aminek nagyon örülök. Ezután a versenyen folytatódott egy gimnáziumi világbajnoksággal, ahol 3 érmet sikerült szereznem. Ezek után a saját bajnokságomon, az ifjúsági országos bajnokságon sikerült mind a 3 mellúszó számot megnyernem, aminek nagyon örülök, és így ennek eredményeképpen sikerült magamat kvalifikálnom az Európa bajnokságra induló csapatba.
ahol így elsősorban a 4x100 méteres női vegyes váltóban számítottak rám, de egyéni számokban is el tudtam indulni. A 4x100 méteres női vegyes váltóban második helyet sikerült megszerezni a csapatnak, és így úgy gondolták, hogy vagy a világbajnokságon is jó csapat lehet ez, úgyhogy azon is elindultunk. Ott negyedik helyet sikerült megszereznünk így az utolsó nap, illetve volt egy második helyünk is, ami sajnos egy kizárással végződött, úgyhogy ez egy kicsit így szomorú volt számunkra, de nem voltunk elkeseredve, úgy gondolom. Nemrég pedig a felnőtt országos bajnokságon, a rövid pályáson is sikerült döntőket úsznom, aminek nagyon örülök, mert egyébként nagyon jó időnek számított az összes, amit ott úsztam, illetve a saját rövidpályás országos bajnokságomon is sikerült 3 érmet szerezni, aminek szintúgy nagyon örülök. Ha szakmailag nézzük szigorúan a 2022-es esztendőt, mi volt a legnagyobb élmény, minek örültél a legjobban? Elsősorban az ifjúsági Európa-bajnokságon szerzett ezüstéremnek örültem nagyon, hiszen azért csak egy Európa-bajnoki éremről volt szó. Illetve nagyon nagy élmény volt még számomra, hogy a világbajnokságon is tudtam úszni, és egy ilyen fantasztikus csapattal részt tudtam ezen venni. Nagyon sokat utaztál, ha az élményeket nézzük, mi maradt meg leginkább benned? Elsősorban a világbajnokság, hiszen azért Perúban nem minden nap jut el az ember, és szerintem ez egy nagyon nagy élmény volt. Egy dolog ugye a fizikai munka, az edzések, a versenyzés, de azért mentálisan is gondolom nagyon hosszú volt ez az esztendő. Fejben vagy fizikálisan fáradtál-e jobban? Elsősorban egyébként mentálisan, de fizikálisan is nagyon megterhelő volt, mert ugye nagyon végigedzettem az egész évet, januártól egészen decemberig, úgyhogy ez így nagyon leterhelt engem. Több számban is indultál több versenyen, elképzelhető, hogy a mellúszás mellett másfelé is kikacsingasz majd? Igen, a vegyes úszás az eddig is egy fontos szám, vagy versenyszám volt így az életemben, de most így a gyors úszás felé is elkezdtem egy kicsit hajazni, mert úgy érzem, hogy ebben is van még hova fejlődnöm, és még akár eredményeket is tudok ebben elérni. 2023-ra tekintve melyek lesznek a fő versenyek számodra? A felnőtt országos bajnokságon szeretnék majd mindenképpen dobogóra állni, illetve az lesz egy kvalifikációs verseny a majd júliusban megrendezésre kerülő ifjúsági Európa-bajnokságra is, ahol szeretnék majd részt venni. Augusztus vége óta az Egyesült Államokban élsz, készülsz, mégsem mondanám, hogy vendég vagy itt a nyíregyházi városi uszodában. Mesélj egy picit arról, hogy milyen az élet a tengeren túlon számodra. Ugye nem régóta vagyok még kint, 3-4 hónapja, de eddig úgy néz ki, hogy nagyon jó, és szerintem nagyon jó lesz a továbbiakban is. Mennyiben különböznek az edzések az itthon megszokottaktól? Milyen a csapat, hiszen ugye tudjuk, hogy az amerikai egyetemeken nagyon erős úszócsapatok vannak. A legnagyobb változás az, hogy yardos medencében edzek, és nem méteresben. Ez egy kicsit kihívás yardosból visszaállni méteresbe edzeni, de úgy gondolom, hogy ezen kívül tényleg az edzések nagyon jók, és a csapatközeg is nagyon jó. Indultál-e már versenyen, és milyen úszásnemet favorizálsz? Főként pillangókat úszok, de ráálltunk most az 500 gyorsra. Kint 500 van, és nem 400. Úgy néz ki, hogy ez is akár főszámom lehet, illetve a vegyes úszás is próbáljuk erőltetni. Ha azt nézzük, hogy milyen nemzetiségűek a csapattársaid, akkor honnan érkeztek? A világ minden tájáról, tényleg Olaszországból, Spanyolországból, Dél-Afrikából, ugye én Magyarországról, úgyhogy tényleg nagyon sok nemzetiségű a csapat. Hogy néz ki majd a tavaszi program? Február végén lesz egy főversenyünk, ott szeretnék nagyon jó időket úszni, és onnan kvalifikálni magamat az NCAA-re, ami azt jelenti, hogy ez az egyetemi bajnokságnak a legnagyobb versenye. Azzal, hogy az Egyesült Államokban úszol, természetesen a magyar válogatott színeiben versenyző a világversenyeken, jövőre mi várhat rád? Először is szeretnék nagyon jó időt úszni a felnőtt bajnokságon, illetve onnan, hogyha tényleg, hogy a jó időt sikerül úszom, akkor majd megnézzük, hogy az mire lesz elég. Az amatőr NBA zöld csoportjának harmadik helyén állva folytatja a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, eddig 5 győzelem mellett 2-szer szenvedett vereséget.
Azokat a mérkőzéseket, amit meg kellett nyerni, azokat meg is nyertük. Itt a Vasas elleni mérkőzésen van egy pici hiányérzetem, mert az egy győzelm is lehetett volna. Ugye ott a Dorina nélkül léptünk pályára, mert neki családi elfoglaltsága volt. Az összes többi mérkőzés az szerintem az a pillanatnyi erőállás szerint alakul. Itt ugye nekünk van egy lejátszandó mérkőzésünk a Diósgyőrrel, de ott ugye azért tudni kell, hogy ezek a csapatok azért, akik az A-es csapatok második klubja, ők azért rendben lejátszhatják az A-val edző játékosaikat, és ugye nem lépnek az A-ba nagyon sokat pályára, mert ugye perceket töltenek a pályán, de azért mégsem mindegy, hogy napi kettőt edzenek, vagy napi egyeket, mint ahogy azt mi is tesszük. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat, amit eddig ki lehetett hozni, az ki is hozta. Remélhetőleg a következő mérkőzéseken ugyanígy alakul, és akkor elégedettek leszünk a játékokkal. Amikor a bajnokság előtt beszélgetünk, nem lehetett tudni, hogy mennyire válik be ez a területi alapon három csoportra osztott amatőr NB1. Milyenek az eddigi tapasztalatok? Én szerintem maximálisan nem váltotta be, tehát itt azért akkora nagy arányú különbségek vannak a csapatok közt, és most az elsősorban nem a mi csapatunkra értem, mert hál' Istennek azért aránylag kiegyensúlyozott mérkőzéseket játszunk, tehát itt azért egy 20 pontos vereség, mit tudom, az MTK-ra az nem egy olyan vészesnek mondható, viszont ugye vannak azok a csapatok, akik zömében középiskolás játékosokkal állnak fel, ők viszont igencsak nagy arányú vereségekbe futnak, mert szerintem ez a arány ez mind a három csoportra igaz, tehát mind a három csoportban vannak olyan csapatok, akik nagy arányú vereséget szenvednek, van, akik nagy arányú győzelmet. Szerintem ez egy elhamarkodott döntés volt, szerintem ez a fejlődés ebben az évben biztos, hogy nem szolgálja. Az utazás legalább kevesebb lett? Semmivel sem lett kevesebb az utazás, hát ugyanúgy utazunk, tehát ugyanúgy megvan. Annyi, hogy most esetleg nem kell lemennünk Szegedre, de ettől függetlenül ugyanígy. Itt maradt egy Kecskemét, itt ugyanúgy itt vannak azok a távolabbi csapatok, akik az eddig is utaztunk. Lehet, hogy akkor, mit tudom én, egy baja még bejöhetett volna, de ennyi lett volna, ami pluszba jöhetett volna, az a semmi több. Visszatérve a felnőtt csapat játékára, nagyon sok a fiatal, léptetek előre valamiben, azért, hogy telik az idő, gondolom, egyre inkább beleerősödnek és rutin szereznek azok ellen a csapatok ellen is, ahol nagyon sok korábbi, akár A-csoportos kosaras is játszik. Világos, tehát egyértelműen látszik rajta, hogy azért fejlődnek, egyre rutinosabban kosárlabdáznak, egyre több mindent meg tudunk oldani olyan csapatok ellen, és esetleg akik ellen régebben izgulnunk kellett, hogy mi lesz az eredmény, azokat a csapatokat is meg tudjuk oldani. Viszont igazából ugye kicsit azért én úgy gondolom, hogy elment a keménység felé a kosárlabda, a női kosárlabda az biztos, a férfi nem tudok nyilatkozni, mert a hál' Istennek nem játszunk, de olyan fizikális és kicsit szerintem verekedősben ment át, amit mi régebben nem tudtunk megoldani, tehát mi az ilyen csapatok ellen rendre vereséget szenvedtünk, most viszont föl tudjuk már venni ezekkel is a harcot, és a szószos értelmeni a harcá is fajul. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ennyi mérkőzés játszanék, és ennyi játékpercet töltenek a pályán, ez mindenkinek hasznára válik, és ez egyértelműen a csapatjátékán is látszik. A korosztályos csapatok mit profitálnak ebből? Én úgy gondolom, hogy ez inkább a junior csapatunkon látszik meg, ugye ott azért nem rendelkezünk egy óriási nagy játékos állománya, viszont az a 4-5 játékosunk, aki van, azok azzal, hogy itt évek óta játszák az amatőr NB1-et, és hogy az előző évben is azért kiemelt juniort játszottak ebben az évben, és a kiemelt junior bajnokságon sikerült szerepelnünk, és ugye most kicsikét előrébb léptünk, tehát nem azon kell izgulnunk, hogy egyáltalán a 16-os táblán bent maradunk-e vagy sem, hanem most ugye a másik csoportból kapunk két csapatot, és az A csoportból is kapunk még csapatokat, tehát itt még mindig azon fog eldőlni, hogy akár, hogyha annyira szuperül és jól teljesítenénk, akár még a döntőbe jutásért is játszhatnánk. Ezt nem tartom teljesen reálisnak, mert azért ahhoz kevesen vagyunk, de ez maximálisan azt jelenti, hogy ezek a játékosok az, hogy évek óta itt játszanak, ezek most itt ebben a junior bajnokságban ez kamatozódik. Ugye a kadettoknál nem kamatozhat, mert ugye ők per pillanat nem tudnak a nagy csapat közelébe se kerülni, már csak azért sem, mert fiatalok, főleg úgy, hogy zömében 2008-asok alkotják a mi kadett csapatunkat, az egy-két 2007-es, aki van, az pedig vidéki, és így nem igazán tud minden edzésen részt venni, tehát amikor itt vannak ezek a hosszú szünetek, akkor ők ugye otthon vannak, mert nem tudunk nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy itt bent bárhol is szállás lehetőséget tudjunk nekik biztosítani. A serdülőink azok szerintem szépen haladnak, most ugye a hétvégén lesz egy
mérkőzés, ami kiderül, hogy a főtáblára tudunk-e kerülni, vagy sem, hogy az azt jelenti, hogy a legjobb 20 csapat közé szeretnénk bekerülni, ami azért nem egyszerű. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ez a gyerekek itt vannak, dolgoznak, ez mindenféleképpen az előnyükre válik. A nyíregyházi kosárlabda azon kevés egyesület egyike, nem csak a kosárlabda tekintve a megyében, amelyiknek saját bázisa van. Ettől függetlenül megéreztétek a rezsiárak növekedését? Természetesen, tehát az nekünk is oda kell arra figyelnünk, hogy a költségeket megpróbáljuk valamilyen szinten kordában tartani. Viszont hogy az is fontos, hogy a játékosaink olyan körülmények közt edzenek, hogy az ő saját egészségüket ne veszélyeztesse. Tehát azért én 15-16 fokban nagyon nehéz futtatni őket, ezért mi is megpróbáljuk azt a minimális 18-18 és fél fokot biztosítani számukra, hogy abban ez tény, hogy nem engedünk be külsős, tehát a szülők továbbra se tegíthetik meg az edzéseket, továbbra is csak a játékosaink vannak teremben, megpróbálunk mindenre figyelni, az ajtók bezárására, tehát a gyerekek ezek már most tudatosan figyelnek arra, hogy ők segítsék az egyesületet abban, hogy a költséghatékonyság meglegyen. Megpróbálunk ugye őket, megpróbáljuk úgy felöltöztetni, hogyha idegenbe kell, hogy menjünk, akkor ott se legyen az, hogy tüdőgyulladással fogunk hazajönni. A felnőtt csapat idegenben a Vasas 2 ellen kezdi az évet. Említetted a beszélgetés elején, hogy az itteni meccsel kapcsolatban van némi hiányérzeted. Most milyen meccsre számítasz, milyen célra utazzunk Budapestre? Nagyon szeretnénk mérkőzést nyerni. Itt ugye megint csak az a kérdés, hogy előző nap játszik NB1-es mérkőzést a Vasas. Az a kérdés, hogy hány játékos fog visszaforgatni. Tehát ugye a Vasasnak nem véletlenül van már több veresége. Ugye ez annak köszönhető, hogy az ők nem minden mérkőzésen játszhatják az ÁS játékosokat. Itt az lesz a kérdés, hogy ellenünk ki fog játszani. Ha 1-2-3 játékos fog csak játszani, akkor éppen van esélyünk arra, hogy mérkőzést nyerjünk. Ha viszont bejátszhatja az 5-6 játékost, akkor viszont esélyünk sincs arra, hogy mérkőzést nyerjünk. Tehát mondtam, tehát mi ezt a rutint, amit ők ott az ÁB-ba szereznek, azt nekünk itt nagyon nehéz kompenzálni bármivel is. Most a harmadik helyen álltok, bajnokság végére maradhat ez a helyezés, vagy pedig esetleg sikerülhet odaférni az első két hely valamelyikére, mert az azt jelenti, hogy tovább játszhatnátok. Szerintem a harmadik hely az, ami reálisnak tűnik. Tehát a DVTK-ban még ugye mérkőzést játszunk. A DVTK-nál megint az a kérdés, hogy kik fognak a mérkőzésen játszani, de ezt az MTK-t, amíg ő az A-ból lejátszott 6 játékos, nem fogja tudni megvenni. Tehát annyival rutinosabbak, annyival gyorsabb kosárlabdát játszanak, amit nagyon szeretnénk megoldani, de sajnos nem tudjuk megoldani. A Vasas az, amit azt mondom, hogy talán ott esélyünk van. A DVTK az megint egy ilyen kettősség, még nem játszhatunk ellenük, hogy nem nagyon tudom, hogy mire számíthatunk és mire nem számíthatunk. Reménykedünk, maradjunk annyiban. Na most, ha most nem fogunk rájátszást játszani, én úgy gondolom, akkor se lesz gond meg probléma, mert ha jelnéztük a tabellát, csak olyan csapatok fognak rájátszást játszani, akik valamelyik ÁS klubnak a második csapatai. Tehát Isten igazából mi megpróbálunk majd az amatőr szinten tornákat szervezni, és megpróbálunk ott valamilyen szinten továbbra is mérkőzést játszani, az biztos, hogy márciusra nem fogjuk befejezni a bajnokságot. Eredményes 2022-es évet zártak az Akvese vízilabdázói. 2023-ban a gyermek, a serdülő és az ifjúsági csapat számára az előrelépés a cél, az egyesület pedig tovább szeretné növelni tömegbázisát. A legfontosabb az, hogy az új létesítményben, a városi úszodában tudunk edzeni mai napig, és jó hír az, hogy januártól folyamatosan is tudunk majd edzéseket tartani, és a bajnokságokat is meg tudjuk majd tartani. Emellett fontos kiemelnem azt, hogy nagyon sok gyerek van az Akva Sport Egyesületnek az edzésein, és leigazolva. Nagyon jó látni azokat a gyerekeket, akik első alkalommal csak úszás oktatásra, képzésekre jönnek, és majd a medence környezetében, illetve abban a közegben maradnak, ami igazán megtetszik nekik, és folytatják a vízilabdával. Nagyon fontos volt az, hogy a nyáron az utánpótlás képzés irányába a példaképek közelről programot tudtuk még erősíteni, és olyan nagy neveket tudtunk lehozni, akik válogatott, vagy olyan nagy eredményekkel rendelkeztek, mint Nagy Viktor, Keszthelyi Nagy Rita, és Nyíregyháza szülötte országgyűlési képviselő dr. Szabó Tünde is a programnak volt részese. És az utánpótlásra visszatérve, ott az országos bajnokság ugye a legmagasabb, amiben mi részt veszünk gyermek, serdülő és ifjúsági vonalon egyaránt, és ott egy jó közepes szinten szerepelnek a gyerekek. Van hova fejlődnünk, ez volt mindig is a cél, hogy ne álljunk meg, és ne egy helybe toporogjunk.
nagyon nehéz azzal szembesülnünk, hogy sok gyereket eligazolnak nagyobb klubok, mint hogy az idén a nyár végét követően a lányoknál is két ilyen igazolás történt. Urbin Zsófi és a Potol Petra személyében Egerbe folytatták a pályafutásukat, de büszkén olvassuk, hogy válogatott kerettag U14 és U15-ben mind a két lányzó. Emellett szakembereink is megfelelő munkát végeztek, minden szinten ki vagyunk segítve, értem ez alatt nem csak az úszás oktatás és a vízilabda képzésnek a szakmai munkáját, hanem az erőnléti edzőket, vagy edzőt és azokat a mentál higiénás háttér, amit a Rudik Nékesmár Ágnes is ellát. Ha a létszámot nézzük, mennyien vagytok a előkészítő csoportokat is beleszámítva? Az úszás oktatás az alapszint, ahol kezdünk, ott 80-90 gyerek van, akik a képzésekben, oktatásokban részt vesznek. A leigazolt versenyzői létszám a 150-160 fő, és felette még vannak a hobbi úszók, akik Diák Olimpián B-kategóriás úszóversenyeken vesznek részt. Ez közel egy olyan 250 gyerek, amivel most az Aquasport Egyesület rendelkezik. A vízilabda nagyon népszerű sportág Magyarországon, mekkora konkurencia, amikor gyerekeket kell toborozni. Nyáron több nagyon sikeres, nagy létszámú tábor tartottatok. Nyáron a toborzásnak egyik mérföldköve volt az az 5-1 hetes táboroztatás, amit Nyíregyházán, Sóstógyógyfürdőn a strand területén mint tábor tartottunk. Mindegyik táborunk 100 fő fölötti létszámmal zajlódott. Hát ebből a több mint 500 gyerekből, ahogy mi leszűrtük később szeptembertől a létszámot, körülbelül egy olyan 50-60 gyerek maradt meg. Ez egy nagyon jó létszámnak mondható, mert a legfontosabb az, hogy minden korosztályban tudjunk előre haladni, és minden korosztályban tudjuk azokat a korosztályokat feltölteni, amire azok a vízilabda csapatok, akik előre haladnak korosztályukban, az ifjúsági korosztály felé, azt tudjuk megtölteni. Mekkora a konkurencia az országos bajnokságban szereplő csapatok számára? Nekünk az a legfontosabb, hogy nagy tömegbázist építsünk. Évek óta ez a nagy feladatunk, hogy nagyon nagy tömeggel rendelkezzünk, mert én azt hiszem, hogy a tömegből kerülnek ki azok a tehetségek, azok a gyerekek, akikre majd később lehet számítani. Az első és legfontosabb az, hogy jól érezzék magukat, egy nagyon nagy családot alkotunk ezáltal, és utána majd azokat a speciális képzéseket majd azok a gyerekek akár egyéni képzésben megkapják majd. Mikorra érhetnek oda a lányok, hogy ők is országos kiemelt bajnokságban szerepeljenek valamilyen korosztályban? Már most is vannak leányaink, akik az Aquasport Egyesületnek a kötelékéből származva Egerbe közösen az Eger csapatával országos gyerek kettes bajnokságban már szerepelnek. Úgyhogy már elindult ez a folyamat, hogy már a legfelsőbb szinten is ott vannak. Mellette a THG, ami a tehetséggondozó rendszernek a rövidítése, ott szintén 8-14 kislányunk szokott szerepelni, és mint ahogy említettem, ezek a nagy csapatoknak az árnyékában történő nagy mesteredzőknek a munkájával egy közös hétvége, és itt Dunaújvárosban Mihók Attilával, vagy a Gerendás Györggyel, a Fradinál, meg mondhatnám a többi nagy nevet, kapnak lehetőséget arra ezek a nyíregyházi kislányok, hogy közösen együtt tudjanak edzeni az ország top csapatainak a gyermekeivel együtt. Előre tekintünk 2023-ra, mi a legfontosabb célkitűzés, mivel szeretnétek előrelépni? A legfontosabb célkitűzés az, hogy ezt a szakmai munkát ne kelljen újra kezdenünk, mint hogy az uszoda bezárás is egy hónapra keresztbe tett nekünk. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy most januárban, mint említettem, tudunk tovább építkezni, tudjuk megtartani a létszámot, ez a legfontosabb, és apró lépésekkel tudjunk úgy előre haladni, hogy a bajnokságban a 6. helyről egy 4. helyre fel tudjunk menni, vagy az alsóházból a felsőházba, akár az országos bajnokságban szeretnénk ezeket a lépéseket megtenni. A jó kapcsolatrendszereteknek köszönhetően volt már ugye Nyíregyházuszodában OB1-es férfi mérkőzés, női mérkőzés, korábban szó volt egy esetleges válogatott találkozóról is, ezekben lehet bízni a jövőt tekintve? Mindenféleképpen szeretnénk ezekben előrelépni. A mostani példák is mutatják, hogy az uszoda bezárás minket most pozitívan érint, de a Debrecennek az uszoda bezárása kényszerhelyzetből most idehozta a meccseit,
és az OB1-B felnőtt csapatuk az most Nyíregyházán tartja meg mindig aktuális mérkőzéseit. Így került ide Kis Gábor olimpiai bajnok csapata az Invictus Martfűről, ami a Szolnoknak egy ilyen lánycsapata tulajdonképpen, de ugyanúgy a többi nagy csapat is fog majd érkezni, hogy ezeket a meccseket lejátsszák. De az Aquasport Egyesület dolgozik azon, hogy az új vízilabda vezetőséggel, az új elnök úrral, Madaras Norberttel együtt egy olyan programban vegyünk részt, ahol tényleg ezeket a kicsit perifériára szorult vidéki klubokat, de új uszodával rendelkező városokat, mint Nyíregyháza, tudják azzal támogatni, hogy ide kihelyezett meccseket tudjunk szervezni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!